Korea abszolút is, tehát a Korea is nagyon izgalmas nekem, és hogy az egész dél-kelet-ázsiai régió nagyon, nagyon érdekel. Most lett egyébként egy reprezentációnk Dél-Kelet-Ázsiában, Hongkongban van a központ, de 14 dél-kelet-ázsiai országot fed le, és attól, mert hogy nem tekinthető mondjuk Szöul divat fővárosnak, attól még abszolút izgalmas, és egyébként nagyon feltörekvő stádiumban van, tehát hogy egyre több divatbolt nyílik, egyre több divatblog, úgyhogy így szerintem feltörekvő teljesen Korea is. Abszolút merítek inspirációt a keletből. Egyébként most például az aktuális tavasz-nyeli kollekciónk, ami nekem aktuális, mert az volt legutolsóbb, amit terveztem, de igazából a jövő tavasz-nyeli, tehát a 2014 tavasz-nyeli, az Paul Jacquerénak, egy francia festőnek a műveire, tehát végül is a műveit lették, és ő egy francia származású festő, de az egész mikronéziai szigetvilágot beutazta, és például a színpalettája, annak a nyári kollekciónak az abszolút az ő festményeiből táplálkozik. Közvetlenül volt tervezőben, gondolok itt arra, hogy úgy tervezem meg egy Dunáját, hogy olyan zseb legyen rajta, Igen, mert ahogy először mondtad, hogy megváltoztatta a divatot, azért azt így nem mondanám, hogy megváltoztatta a divatot, de ilyen értelemben, hogy ergonómiailag úgy van megtalálva a ruhadarabok, meg a szabások, hogy beleférjen egy telefon, ezt igen, tehát hogy ilyen értelemben abszolút. Viszont én inkább azt érzem, hogy a divat van hatással, mert hogy kénytelen hatással lenni az IT eszközökre, mert hogy egyre fontosabb szempont az is, hogy az esztétikai, hogy milyen esztétikai élmény nyújt egy ilyen eszköz. És már szinte van egy új fogalom, amit így el is mondtam, az a divat technológia, ami tényleg jelmosa a határokat a divat meg a technológia között. Tehát, hogy ez szerintem hogy abszolút megfigyelhető, meg egyre nagyobb, meg abszolút egy olyan médium, ahol az ember, ugye, mivel a ruházkodás is egy a divat valahogy egy önkifejezési forma, és ezzel így tovább tudod kommunikálni magadat, tehát nyilván az, amilyen telefontokat hordasz, az nagyon olyan, tehát kapcsolódik ahhoz, hogy amilyen táskát vagy cipőt is hordasz. Nekem mondjuk az nagyon fontos szempont, hogyha megkeresnek kollaborációval, hogy mennyire rugalmas a partner, és a Samsung az abszolút rugalmasnak bizonyult. Tényleg abszolút szabad kezet kaptam a tervezésben. Annyiban egyeztettünk, hogy mi lesz az a médium végül, amire tervezek. Mondtam például, hogy flipcoverre én nem szívesen terveznék, viszont a hátlapra, egy sima hátlap arra meg nagyon szívesen, és ebben is így meg tudtunk egyezni. Nekem az is nagyon tetszett, hogy az S4-es telefonra kell tervezni, mert ez egy nagy formátumú telefon, és akkor annál ott az egy még izgalmasabb hiszem egy tervező számára, mert hogy még jobban megjelenhet a, tehát hogy nagyobb a festői vászon, amire tervezni lehet. Tervezünk abszolút több, tehát hosszabb távú együttműködést is, de most jelenleg két stációnál tartunk, ami az első, ugye, ami a tavasz-nyári, 2013-as tavasz-nyári kollekciónak a printjeiből ihletődött, és most a következő, amik ezen a Facebook applikáción is elérhetőek lesznek, ezek pedig, ami most kint van a boltokban, illetve most került ki augusztus végén, az ősztéli kollekció, 2013-as ősztél. A vásárlóközönség ezeknek a tokoknak egyrészt a Nanuska vásárlók lehetnek, másrészt szerintem azok a fiatalok, akik mondjuk nem feltétlenül engedhetnek meg maguknak egy Nanuska ruhát, de ezt a telefontokat, mint kiegészítőt, ezt pedig igen. Én úgy gondolom, hogy a mai sajtóbejelentésünk témája az inkább egy együttműködéséről, hiszen én úgy gondolom, hogy ez a Samsung is egy nagyon jó dolog, hogy egy ilyen feltörekvő fiatalos nekem tudom, hogy együtt dolgozhat, és imád egy is nagyon jó, hogy egy olyan világcím, a Samsung melléjük el. Ez aztán tipikus példája annak a szimbiózisnak, amikor egymást erősítjük, és így tudtak létrejönni ezek a gyönyörű tagok, amiket mindenki megtekinthetett. Jelenleg a Nanuskás együttműködés az, ami fix, ami adott, ami igazából nem a véletlen műve, hiszen nagyon jól éreztük azt, hogy egyre inkább igény van arra, hogy divateszközként legyenek használva az okostelefonok,
és ezért adta magát, hogy dolgozunk együtt magyar divattervezőkkel, és Anoskod az első kezdünk megjutott, és akire gondoltuk, hiszen annyira passzolna a készülékénkhez az ő stílusa. Így vele kezdtünk el együtt dolgozni. Én személy szerint is, meg egyáltalán nagyon bízunk abban, hogy ez együttműködés sikeres lesz, és mindenkinek tetszeni fognak azok a tagok, amiket közösen létrehoztunk. Ha van ennek sikere és foganatja, akkor nyilvánvalóan továbbra is a divat világában fogunk keresni azokat a megoldásokat, amikkel kielégíthetjük a vásárlóinkat, de jelenleg abszolút csak a Anoskával gondolkozunk. A Samsungnak világszerte vannak együttműködési divattervezőkkel. Talán a két legismertebb példa, hogy annak idején a Galaxy S készülék például megjelent Hugo Boss külön kiadásban, illetve volt egy R&M készülékünk is, ami több országban is megjelent. Ez az egész készüléknek, illetve a szoftvernek egyfajta módosítását jelentette. De voltak azért erre már példák világszerte. Mi jelenleg a Launchpad úgy gondoljuk, hogy egy lokális megállapodás, hiszen is egy magyar divattervezőről beszélünk, de mi nagyon bízunk abban, hogy ahogy ő is egyre ismertebb lesz világszerte, úgy ezekre a tagokra esetleg ilyen mutatkozik külföldön, és én személy szerint is nagyon büszke lennék arra, hogy ha az, amit mi közösen kitaláltunk, az világviszonylatban is megállna a helyét. A Facebook alkalmazásnak az a különlegessége, hogy igaz, rengeteg előre megtervezett téma vagy tok séma található benne, így például a Nauskának az őszintegei kollekciója is, azonban az igazán érdekes az, hogy a saját házakon is tervezhet. Kedvenc képemet felrakhatom, a családi képet, vagy akár a kedvenc videójátékomnak a háttérképét, vagy a kedvenc focistámat, a kedvenc klubomlogóját, bármit, amit én a magaménak érzek, azt rárakhatok, dizájnolhatok, feliratokat rakhatok rá, és ezáltal egy olyan házakon lesz, ami aztán végig teljesen egyed és teljesen az enyém. Ez is nyilván egyfajta kínálkoztatási eszköz, hogy én lerakom azt az asztalnak, mindenki látja, hogy mi az, ami nekem fontos. Úgyhogy a Facebook alkalmazással kapcsolatban nagyon reméljük, hogy sokan szeretni fogják. Úgy gondolom, egy nagyon egyszerűen kezelhető felület, ki kell próbálni is neked ez ilyen, szeptember közepétől elérhető lesz. A különleges manuskriptokat, amiket limitált kényelmszerben gyártottunk le, azokat három helyen lehet majd kapni. Egyrészt a Samsung Alibaba található üzletében, a Temu Group teljes üzlethálózatában, ez a saját üzleteikben. Továbbá a Nauskának a Fashion Street-en lévő saját üzletében, amiket viszont a Facebookon a saját magukrának felhasználom, azokat a hátlapokat egy hetes szállítási adványidővel ászhozzák.